Kedves vendégek, szülők, gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, titeket a Kántor Mihály Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén. Külön köszöntöm Olá Krisztián urat, Cigányváros polgármesterét, Mihók Tímeát, a Sárospataki Tankerületi Központ képviselőjét, Kopasz Gábornét, a pedagógiai szakszolgálat vezetőjét, dr. Szepesi Márk jegyző urat. Tisztelt jelenlévők, énekeljük el a nemzeti hímet. Kedves vendégeim, fogadják szeretettel Barati Dorottya és Fodor Panna első A-osztályos tanulókat, Matos Maja elsős leszek. Matos Maja elsős leszek, elsős leszek, akár hiszed, akár nem, nagyon jó az én kedvem. Tudod, minek örülök? Iskolába kerülök. Szép volt a nyár, szép nagyon, sütkéreztem a napon. Játszottam és ugráltam, szaladgáltam, ringáztam. Halacskákkal versengve úszkáltam a tengerbe. A homokváram összedőlt, a sárkányom elrepült. Nincs már minek maradnom, van helyettem más dolgom. Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a tanítás. Kérem Németné Szendrei Csilla intézményvezető asszonyt a 2019-es 2020-as tanév megnyitására. A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét, a gyermek lelke lágyviaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket. Mária Montessori gyönyörű soraival köszöntöm iskolánk valamennyi tökéletes teremtményét, a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket és kedves vendégeinket. Bár még érezzük a nyár forróságát, mégis ma kezdetét veszi a 2019-es, 2020-as tanév. Magunk mögött hagyjuk a pihenést, a nagymamánál a csodálatos nyaralást, a vízpart melletti kikapcsolódást, a napozást, a finom, ízletes fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat. Ma ismét zajos lesz iskolánk, valamennyi osztályterme, és mindenki elfoglalhatja kedvenc padját, melyben 180 napot fog eltölteni.
Külön köszöntöm intézményünk legkisebb diákjait, akik most lépték át először iskolán kapuját, és tele izgalommal és büszkeséggel állnak most előttünk. Ez az ünnepség kiemelten a tiétek. S az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozottan figyeljünk majd rátok, segítünk benneteket, hogy bátrak és magabiztosak legyetek. Kérem a felsőbb évfolyamosokat, hogy vigyázzanak rájuk. Kedves gyerekek, nagyon jól esik látni benneteket. Örülünk, hogy újra itt vagytok velünk, és megkezdhetjük együtt a közös munkát. A nyáron ismét számos lehetőség adódott tanulóink felejthetetlen élményekkel gazdagodniuk. A Balatoni Erzsébet táborban, az EFOP 3-3-5 pályázat keretében Parádon, vagy a Napközis táborban, illetve a Lányegylettel a Smaragdvölgyben. Valamennyien egyetértünk azzal, hogy a nyári szünet nagyon hamar eltelt. De azt is tudjuk, hogy sokan közületek augusztus végén már alig várják, hogy megkezdődjön az iskola. A legjobban azért is a kis elsősök várják ilyenkor nagy izgalommal a tanévkezdést, ők már az óvoda befejezésekor készülnek arra, hogy iskolások lesznek. És kíváncsiak arra a sok újra, amit az iskolában éri őket, amiről eddig csak másoktól hallottak. Kedves kis elsősök, az írás, olvasás, számolás tudományában való jártasságra biztatlak benneteket. Biztos vagyok benne, hogy a tanítónéntek segítségével könnyedén tanuljátok meg a betűket, játékosan fedezitek fel a számokat, s meg annyi örömteli percet fogtok átélni itt az iskolában. A kezeteket egyszerre ketten fogják majd. Egyik oldalon tanítónéni, a másik oldalon a szüleitek. Kívánok nektek az egész tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet, egészséget és meg annyi örömteli pillanatot. Kedves bejárótanulók! A mai naptól a Kántor Mihály Általános Iskola felső tagozatában Cigándon folytatjátok a tanulmányaitokat. Nehéz lesz hozzászokni a kora reggeli ébredéshez, az utazáshoz. Néha az alkalmazkodás sem lesz könnyű, az elvárt követelmények teljesítése sem. Kívánom, hogy a ti beilleszkedésetek is zökkenőmentes legyen. Tudásotok gyarapodjon, és sok örömet szerezzetek aggódó szüleiteknek. Vigyázzatok egymásra az utazás során, ne hagyjátok a kicsiket a busz ajtajába állni, vagy a hátatok mögött bandukolni. Kérlek benneteket, hogy az iskola házi rendjét tartsátok be, s kellő tisztelettel legyetek tanáraitok és kortársaitok iránt. Mi igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy az akadályokat zökkenőmentesen vegyétek. Kedves végzősök! A várva várt utolsó év a mai napon elkezdődik. Ne feledjétek, hogy komolyan kell venni a tanulást, hiszen a finisben nagyon fontos, hogy milyen eredményt értetek el. A felvételi tanulmányi eredményetekkel sikerül-e bekerülni a választott középiskolába. A hajrához mindenkinek erőt, kitartást, önuralmat és óriási szolgálatot kívánok. Az előttünk álló tanév munkaterve elkészült. És bizton állíthatom, hogy a nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz értékteremtő, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvényen. A mai napon elbúcsúzunk nyugdíjas munkatársunktól, Lakatos Ferencné tanárnőtől, akinek tartalmas, örömteli nyugdíjas éveket kívánok. Új kollégákkal bővült a létszámunk. Szeretettel köszöntöm tantestületünkben Baratiné Gönczi Zsuzsanna tanítónőt, a Kigyestől érkezik vissza hozzánk, Kerékgyártó Csaba tanárulat, ő biológiát és testnevelést tanít majd nektek. Valamint jó munkát kívánok Horváth Istváné takarítónőnek is. Engedjék meg, hogy bemutassam az osztályfőnököket. Az első A osztály osztályfőnöke Málovis Csabáné. Az első B osztályé Baratiné Gönczi Zsuzsanna. A második A osztályé Tikóné Szabó Tünde. A második B osztályé Gulyás Mugyós Krisztina. A harmadik A osztályi Harsányi Kelemen Krisztina, a harmadik B osztályi Tódné Géci Olga. A negyedik A osztályi Ülés Bertalanné, a negyedik B osztályi Borbéné Fehér Andrea. Az ötödik A osztály osztályfőnöke Koi Csaba, az ötödik B osztályi Csercsáné György Adrián, az ötödik C osztály osztályfőnöke Nagy Henrietta. A hatodik A osztály osztályfőnöke Bodnár Eszter, a hatodik B Mokri Orosz Bianca, a hatodik C osztályi Pikú Attila. A hetedik A osztály osztályfőnöke Nagy Gergely, a hetedik B osztályi Punyiné Kondrács Erzsébet, a hetedik C osztály osztályfőnöke Terjék Bettina. A nyolcadik A osztály osztályfőnöke Pikó Sándor, a nyolcadik B osztályfőnöke Téglás Szilárd.
Eddig csak változásról beszéltem, az elmúlt évben nagy lelkesedéssel újságoltam, hogy a 220 milliós uniós fejlesztésre benyújtott fenntartói pályázat eredményes lett. Örömmel tájékoztatom Önöket, tájékoztatok benneteket, hogy a tervezés időszaka elkezdődött. Új tantermekkel bővül a központi épület, és sportudvar kerül majd kialakításra. Remélem, az év végére a megvalósítás folyamatába kerül a projekt. Örömmel tájékoztatom a hetedikeseket, hogy a határtalanul pályázatunk sikeres lett, így a jövő év áprilisában Erdélyi körúton vehetnek részt. Az ingyenes tankönyveket a délelőtt folyamán kapjátok meg. A cigándi tanulókat a Városi Önkormányzat iskolai kezdőcsomaggal ajándékozza meg. Az RSTOP 2.1.1-es számú pályázat alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára projekt révén szintén ingyenes fizetőcsomagokat adunk át valamennyi halmozottan hátrányos tanulónak. Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat! Idén is folytatódik az iskola gyümölcs és iskolatej program. A napközis és tanulószabély foglalkozások az első héten egyik telephelyünkön sem lesz megtartva. A pedagógusok délutánonként továbbképzésen vesznek részt, köszönöm a szülők megértését. A Rémlányvári és Szentlénagári gyermekek szállítását idén is a Perdiák Transz végzi, a busz délután 3 órakor indul haza a gyerekekkel. A fenntartunk támogatásával a nyár folyamán megtörtént az épületek mosdóinak, a 3 tantermes épület, valamint a tornaterem öltözőjének fertőtlenítő leszelése. Köszönöm az önkormányzat segítségét a füves udvar kaszálásában és a kisebb belső építészeti munkálatokban. Takarítónőink és a karbantartók egész nyáron szorgoskodtak, hogy benneteket tiszta tantermek, kulturált körülmények fogadjanak. Vigyázzatok rá! Örülök, hogy a hosszú nyári csend után ismét gyermekzsivaj tölti be az iskola falait, s az udvar megtelik újra élettel. Ahogy a népi bölcsesség is mondja, mindennek megvan a maga ideje. Ma az ünnepé, de hétfőtől, azaz egy-két óra múlva a munka ideje következik. Márai tanácsát követve kívánom, hogy az elkövetkező munkával, tanulással, tanítással teli hétköznapokban mindannyian találjuk meg azt, ami a napot egyedivé, különlegessé teszi. Mindenhez kívánok erőt, kitartást, bizalmat, önbizalmat. Ezennel a 2019-2020-as tanévet megnyitom. Köszönöm a figyelmet! Kedves vendégeink, tisztelt jelenlévők, Lakatos Ferencné, nyugdíjas kolléganő pedagógiai munkásságának méltatása következik. Lakatos Ferencné, általános iskolai tanulmányait szülőfalujában Tisza Gyula házán végezte. 1973-tól 1977-ig a Leninvárosi Vegyipari Szakközépiskolában tanult. 1977-ben leérettségizett és felvételt nyert a Bessenyei György Tanárképző Főiskola nappali tagozatára matematika-kémia szakon. 2 év elvégzése után Polgár Gyula, Tisza Gyula háza Új Tikos közös igazgatású általános iskola igazgatójának felkérésére munkába állt és tanulmányait levelező szakon folytatta tovább. Tanító, nevelő munkáját 1979. szeptember 1-én kezdte Polgáron. 1980. szeptember 1-én áthelyezték Tisza Gyula házára. 1981-ben megszerezte matematika-kémia szakos diplomáját. Ebben az évben a Zemplénagárdi Körzeti Iskola általános iskolájában állt munkába. Másodállásban a művelődési ház vezetője lett 1983-ig. 1983. szeptember 1-én megbízták az úttörő csapat vezetésével. Ezt a feladatot 1987-ig látta el. Munkáját kiváló úttörő vezetői kitüntetéssel ismerték el. Közben egy fél évig még férje katona volt, mozigépészként is dolgozott a művelődési házban. 1982-től osztályfőnöki teendőket látott el 2013-ig.
folyamatosan készítette fel tanulmányait különböző szaktantárgyi versenyekre, ahol ők sikeresen szerepeltek. Ezért a munkájáért a sátorajaújhelyi közoktatási ellátási körzettől elismerésben részesült. 2004-2007 között a Sárospataki Művészeti Iskolában színjátszó szakkört is vezetett. Színdarabjait több településen is bemutatták. A Zemplén Agárdi Iskolában 2009-ig tanított, majd átkerült a Cigándi Kántor Mihály Általános Iskolába, ahol ebben a tanévben befejezte 40 éves oktató-nevelő munkáját. Magam, kollégáim és a vezetőség nevében Gardján Attila szavaival búcsúzunk kolléganőnktől. Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet nyújt neked. Fogadd el a tényt, hogy az előtted álló ösvény új irányba vezet. A múlt rövid villanás csupán, a jövőt még be kell fejezni. A ma, ami itt vár. Járd végig az utad, mindig csak egy lépés lépve, bátorsággal, hittel, határozottsággal. Emeld fel fejedet, s helyezd álmaidat a csillagok fölé. Bízd magadban álhatatosan, és vágj bele új utazásokba. Felemelőnek, gyönyörűnek találod majd, szebbnek, legmerészebb álmaidnál. Kedves gyerekek, szülők, kedves vendégek, szeretnénk átadni dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterének adományát, a pedagógus szolgálati emlékérmet kollégánknak, kolléganőmnek, Lakatos Ferencnének. Vagyunk a Grund, fogadják szeretettel Harsányi Zsófi előadásában.
A kis első osztályosokat Novotnik Patrícia, 5. A osztályos tanuló köszönti, Mosváth Erzsébet, első osztályosok versa. Mosváth Erzsébet, első osztályosok. Óvodások voltatok, kisfiúk, kislányok, Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek, mi minden vár rátok. Nagy felfedezések, szép kirándulások. Betőországba vezet a tanító néni, mennyit fogtok ti majd otthon erről mesélni. Számországban elámul a szemetek szátok, a temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdődik az utazás, a csengő már csenged, kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet. Kedves vendégeink, tisztelt jelenlévünk, tanévnyitó ünnepségén végén kérem énekeljük el a szózatot. Önöket egy pár információval tájékoztatni. A tehetségfontunk továbbra is együttműködik a Cigándi és a Vitka Sport Egyesülettel. A fiúk a futballra, a lányok pedig kézilabda edzésekre jelentkezhetnek. A Széptan és a Sárospataki Művészeti Iskola mazsorett, balett, modern tánc és néptánc szakon várják a tanulókat, valamint hangszerem, zongorázni, hegedülni, citerázni tanulhatnak a jelentkezők. A tisztacsermei tanulók volánbusszal érkeznek az iskolába, a tanulói bérleteket biztosítjuk a diákoknak. A Kölcsei Ferenc Gimnázium ebben a tanévben is felvételt hirdet Cigándra kihelyezett osztályába 10, 11 és 12. évfolyamra. Szeptember 15-ig várják a jelentkezőket. Valamint szeretném tájékoztatni a kedves szülőket, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozások a héten elmaradnak, a gyermekek ebéd után mennek haza. Megkérném az osztályfőnököket, hogy vonuljanak a tantermekbe az osztályokkal. Köszönöm szépen a figyelmet!